Azért különleges az igaz, hogy mert ugye a gyerekek a családok szintjéről, az intézményrendszer szintjéről, és szakpolitikáig, közösségi szintre és szakpolitikáig próbáljuk látni ezeket, és nagyon erősen látszik, hogy hol vannak azok a működési hézagok, amiben kellene valamit tenni Igen. ahhoz, hogy változott. Mert ugye az a helyzet, hogy a rendszerváltás után már most a második olyan generáció nő fel, aki a, a, a szüleik nem látta dolgozni. Igen. Akinek a, a Szülei ugyanúgy nem szereztek szakmát, és nagyon alacsony általános iskolai végzettségük van. Tehát még mindig van fiatal férfi, akinek kettő osztálya van, és egyáltalán nem tud írni. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt a so Mai beszélgetésünkben a non-profit tematikát folytatjuk, amit nem olyan régen elkezdtünk, és Ritók Nórával fogok ma beszélgetni, aki az igaz alapítvány szakmai vezetője, és akivel az ismerettségünknél már több mint tíz évre nyúlik vissza, valamikor 2010-es évek elején volt, hogy én személyesen is meglátogattam, és végignéztem, amit csináltok. Köszönöm, hogy most újra beszélhetünk, és elfogadom a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Én személyesen néztem végig a ti tevékenységeteket, egy-egy napot töltöttünk együtt, mm. és akkor pont azon gondolkodtam, hogy ezt, ezt szerintem nem lehet elmesélni. Tehát nagyon nehéz szavakba ünteni, ami ott zajlik, és most mégis erre foglak téged kérni, hogy próbáld meg elmesélni, hogy mit csináltok röviden, és aztán majd nyilván válkálunk a részletekben. Mm. Hát a, az igazi az a célja, ugye 25 évesek vagyunk az idén, ez hihetetlen. És amikor találkoztunk, akkor már abban az időszakban voltunk, amikor kiléptünk az oktatásból, mert az első tíz év az az oktatásban telt. És azért az egy, tehát nagyon na jól emlékszem, hogy tíz év alapfokú művészetoktatás délutáni tevékenység, de egy alternatív módszer, ami a szociális kompetenciákat fejlesztés hátrány kompenzál. És akkor tíz év után, eh, amikor már ott a környéken eh, eh, hat településen el, elterjedt az igazgyöngy, és akkor, 600, akkor is 600 körüli volt a tanuló létszámunk, akkor <coughs> csináltunk egy ilyen mérést, a körösszakári gyerekeknél. Akkor már 8 évet tanítottunk ott, és azt próbáltuk megnézni, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, tehát generációs szegénységben élő gyerekek életében történik, vagy történ, történte valami változás. Tehát, hogy a szülők életútját is, ismétlik meg, vagy... Mál. És akkor négy, négy dolgot néztünk meg, azt, hogy szerzette szakmát, hogy el tudott-e költözni a szülői háztól, vagy ugyanott él mikor alapított családot, 18 év alatt vagy fölött, és hogy kriminalizálódott-e. És amikor ezt megnéztük, nem sok gyereknél, talán 15-20 gyereknél, azt láttuk, hogy egyáltalán nem volt változás, tehát hiába volt az oktatási hatásunk meg, Nyilván mm. nem lehet olyan hatás, mint egy mindennapos általános iskolában, de mégis volt nem elégséges ahhoz, hogy életstratégiát váltsanak. Mm. És akkor innen kezdődött el, hogy akkor először a családgondozást, aztán folyamatosan én én ott akkor, bőrülben, már, mert akkor mert ott... már ott voltunk toldon. Azzal foglalkoztatok, hogy hogy lesz fűtést így van, így van. meg mit fognak enni, így meg van. hogy így meg van. Min min igazából minden. Igen. És látszott, hogy a Családok úgy fogadtak téged, mint akitől már minden tanácsot kérnek, és e, mindenben segítséget Igen, szabnak. hát a krízis kezeléssel kezdtük, és akkor az ember folyamatosan e, e, egyre jobban értette ezt a társadalmi leszakadást. És e, az, amit toldon elkezdtünk, amit te is láttál, az egy 20 évesre tervezett e, esélyteremtő stratégia, aminek most ugye a 15. évébe lépünk át. Uh -huh. Tehát a 15 éves, hát a 20. év végé, miben generációs léptékben gondolkodunk, azt gondolom, hogy kell már, hogy legyen annyi tapasztalat a mérések alapján, hogy meg tudjuk mondani, hogy akkor ennyire ráfordításból ezek az eredmények elérhetők elmozdíthatók-e. Uh -huh. És azért Toldot választottuk, mert ez is érdekes. Hogy, eh, tehát nagyon nagyon sokféle ilyen esélyteremtő modell van, de mindenki szívesebben azokat a eh, településeket vállalja be, ahol annyira nem nagy probléma van, ahol nem olyan nagyon gázos a helyzet. Hát, emiatt eh, 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 emiatt eh, egy kicsit úgy tűnik, mintha eh, olyan könnyű lenne megoldani. Uh -huh. És azt mondtuk, hogy ha Toldot, ahol a zsákfalú jelleg az, hogy semmilyen infrastruktúra még egy kocsmát se tudnak eltartani a mai napig, bolt uh -huh. sincs, semmi, iskola sincs, munkahely sincs, és hogy a, hogy azokban a mutatókban, mint a lakhatási szegénység, a, a kriminalizáció, az iskolai végzettségeben mindben nagyon erős problémát mutatnak, uh -huh. hogyha itt tudunk valamit csinálni, akkor, akkor, akkor talán a többi helyre könnyebben adaptálhatók ezek uh -huh. a tapasztalatok. És most már tudtok mérni eredményeket? Persze, hát muszáj is, mert az embernek a ráfordítást azt azért, azért ki kell, hogy hangosítsa, hogyha támogatást kér valahon és kap valahonnan, hogy mi az eredmény. Talán a leg, legfontosabb az, hogy még előtte elmondom, hogy a különleges az igazgyöngy abból, hogy mi nem egy ilyen civil zárványban gondolkodunk, hanem azt gondoljuk, hogy a teljes társadalmi beágyazottságában nézzük ezt a problémát, és hogyha van egy intézményrendszer, amelyiknek az a dolga, hogy foglalkozzon ezzel a társadalmi csoporttal vagy is, akkor csak velük együtt kellene. Tehát egy ilyen nagyon együttműködés pártiak vagyunk, és ezeket kiépítjük, és akkor mindennek a következménye az, hogy mondjuk a told esetében látványosan javult a gyerekek tanulmányi eredménye, tehát már elvét fordul elő bukás uh -huh. a gyerekek között, a magántanulókkal is nagyon jól állunk, tehát ez is minimalizálódott. 10 éves az a kislány, aki utoljára 18 év alatt lánytól született, uh -huh. tehát hogy ez a gátlásban is tudtunk előréteni, javult a lakhatási állapota a családoknak, legalizáltuk a, a, az elektromos áram tehát nincs már illegális áramszerzés, kártyás uh -huh. villanyórák vannak mindenhol, aztán a rendőrség is elismeri, hogy csökkent a, látványosan csökkent a, uh -huh. a rendőrségi beavatkozást igénylő esetek száma, uh -huh. és hogy a, talán ami a legfontosabb nekünk, hogy sikerült -e Ennyi idő után egy olyan közösségi magot létrehozni, amiben olyan 35 40 család van már benne, akikkel egy folyamatos közösségfejlesztésbe tudunk dolgozni. Uh -huh. És ennek azért most már látszanak az eredményei. Tehát jobb a klíma, jobb a az emberek hangulata, látványosan jobb a kommunikációjuk, uh -huh. nincs annyi cirkusz. Rögtön tudtátok, hogy mit kell csinálni, és hogy kell hozzányúlni, vagy mennyi ideig tartott, mennyi próbálkozásba telt? <laughs> Ez Szándékosan teszem fel ilyen provokatívan a kérdést. Ez egy nagyon nagy tanulás volt. Tehát én azt gondolom, hogy Soha nem tudtuk volna, meg én sem tudtam volna ezt a tapasztalati tudást megszerezni könyvekből, egyetemeken és máshol sem, csak a terepen. Mm. És azért különleges az igaz, hogy mert ugye a gyerekek a családok szintjéről, az intézményrendszer szintjéről és szakpolitikáig, közösségi szintre és szakpolitikáig próbáljuk látni ezeket, és nagyon erősen látszik, hogy hol vannak azok a működési hézagok, amiben kellene valamit tenni uh -huh. ahhoz, hogy változott. Mert ugye az a helyzet, hogy a rendszerváltás után már most a második olyan generáció nő fel, aki a, a, a szüleik nem látta dolgozni, uh -huh. akinek a, a szülei ugyanúgy nem szereztek szakmát, és nagyon alacsony általános iskolai végzettségük van. Tehát még mindig van fiatal férfi, akinek kettő osztálya van, és egyáltalán nem tud írni. Uh -huh. Azért ezeket nézni kell, hogy hol vagy ahhoz képes, hogy, és akkor nem a funkcionális analfabetizmusról beszélek, hanem a tiszta Igen, egy csomó egyébként jó szándékú kívülálló ember úgy, hajlamos három mondattal intézni, hogy ezt meg ezt kéne csinálni, és akkor minden rendben lenne. Gondolom, akkor valaki ott van, akkor ez picit, picit Tulajdonképpen az, az, egy nagy, a kommunikációnkkal az egy nagy cél, hogy megpróbáljuk megértetni az emberekkel, hogy itt nem személyes döntésekről van szó, és ezért fáj például a gondoskodáspolitika, ami ugye egyértelműen a személyfelelősségébe uh -huh. sodor, mint Mindent. Tehát, hogyha generációkon keresztül egy ember sem a családjától, sem az intézményrendszertől nem kap elég muníciót ahhoz, hogy, hogy másfajta életstratégiát építsen, tehát amikor tudásától és képességeitől megfosztott, akkor nem lehet azt mondani neki, hogy te vagy a hibás, mert miért nem tanultál. Uh -huh. És na nagyon érdekes egyébként mindent nézni. Tehát abban a pillanatban, amikor valaki felmutat egy tehetséges gyereket, és azt mondja, lám, mély szegénységből jutott, lám, egyetemig jutott, akkor tíz emberből kilenc azt mondja, hogy na ugye, ezt csak akarni kell. Ezt, és közben, amikor az ember meg a terepen van, akkor azt látja, hogy a, a, ez az akarás képessége múlik el, és ez nem olyan egyszerű, hogy ha te akarjál, és akkor majd, majd neked lesz ez, hanem ott nagyon sok szerencsés tényezőnek kell összeállni ahhoz, hogy egy ilyen életút megtörténjen. Uh -huh. Hol van a legnagyobb ellenes, vagy mik a legnagyobb nehézségek ebben a szinte most már több generációs tehetetlenségbe belenyúlni és változtatni, vagy az intézményrendszer, vagy a pénzhiány, mi az, ami a te legnagyobb kihívásod szerinted? most a szakpolitika. Most a szakpolitika. Tehát azt gondolom, hogy egy, egy nagyon nagy dilemmában vagyunk most pont itt ezzel a 25 évvel kapcsolatban is, és azzal kapcsolatban is, hogy, hogy én lassan közeledek a nyugdíjhoz, amikor szeretnék egy másik szerepben lenni. És a fiatal szervezetfejlesztéssel évek óta foglalkozunk uh -huh. az utódláson, meg hogy fennmaradhasson, és tudják vinni a modellt tovább. De hogy, hogy mit hagyok rájuk, milyen stratégiát? Tehát, hogy, hogy jól értsd, hogyha azt mondom, hogy hát itt az, a toldi modell működő képes, hát akkor logikus, ugye hát társadalmi vállalkozás vagyunk, az mm -hmm. alapítvány is az, hiszen 44-en dolgozunk, költségvetés, stb. stb. Tehát ilyen alapon nyilván az üzleti modell kell nézni, és mi is tudomásul veszük, hogy a növekedés orientált szemlélet az, amit nekünk is követni kell. Tehát akkor, ha működik a toldi, vitt tovább a többi falura, mint egy franchise, és akkor csináld meg a, a, többi 17 településen, mondjuk, ahol még mm. folyamatos szociális munkát végzünk. Csak hogy azt is látjuk, hogy minél inkább megoldjuk civilek az állam működési problémáit, minél inkább betömjük a hézagokat, a rendszer annál kevésbé érez késztetést arra, hogy változtasson rajta, hiszen nincs gond. Uh -huh. Hát meg van oldva. Na most ez a kettő ellentmond egymásnak, és akkor itt vagyunk, hogy akkor merre tovább, hogy hogy tudjuk ezt a növekedést elérni, és akkor mondom, hogy hát nyilván a, hasunk a rendszerre. Uh -huh. Na de erre jön a hát válasz, sokkal, hogy a több, több szervezetnél látjuk, hogy, hogy eredményeket érnek. El, és az eredménynek nem az a hatása, hogy akkor ezt egy implementálható modellként fogadják el hanem akkor ezzel már nem is kell foglalkozni. És ettől vagyunk civil zárványok, és szakirodalmi lábjegyzet lesz mindegyikből, mert nem tudjuk elérni. Nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy ez, ez hogy lehetne, és akkor hogy, hogy, tudunk hatni a rendszerre. Nem tudunk hatni mi sem a szakpolitikát, tehát ezt ez világos, mert a szakpolitika és a polit, pártpolitika ma nem értelmezhető külön. Akkor mit csinálsz? Próbálsz a szakember képzésbe, egyetemi kapcsolatokba, ebben most nagyon jól állunk, most három olyan egyetem van, ahol kurzusa van az igazgyönynek, és nagyon sok, gyakorló, nagyon sok egyetemnek vagyunk gyakorló helyszak dolgozatokat írnak, kutatásokat vezetnek nálunk külföldről, is, ami, ami baromi jó, mert azt gondolom, hogy ez is egy hatás. Uh -huh. Vagy azt gondoltam, ugye öt éve, vagy, hogy a, a felzárkózó települések program is egy ilyen hatás lesz, hiszen ha egy állami programban, amit a Berlin hoz tartozik, a Mátai Szeretett Szolgált Koordinál, ha ebbe becsatornázódunk, akkor nyilván a mi tapasztalataink, jó gyakorlataink itt, itt is beépülhetnek. Tehát, hogy keresi az ember, hogy ho, hol, tud olyan részt találni, ahol, uh -huh. ahol valami... Igen, igen, de nagyon nehéz ezt most például megfogalmazni, hogy ebben a rendszerben e, akkor amerre továbbat, azt, azt hogy tegyük le. Ez azt jelenti, hogy azért nagy részt magánadományokból tartjátok fel magatokat? E, 67 százaléka, ami, ami nagyon magas a civil szervezetek között a, a büdzsénkhez képest. Ugye 300 milliós költségvetéssel dolgozunk, de ugye akkor ebbe benne van a 605 főt tanító művészeti iskola, benne van a 17 településen végzett szociális munka, benne van a társadalmi vállalkozásunk, aki a célcsoportból foglalkoztat, benne van a tanodánk toldon, tehát ez az egész csapatot, az egész büdzséje átfogja az egész munkát, de hogy ennyi, és akkor hát ebből az állami támogatás az az iskola uh -huh. egy része. Uhum. Tehát ez a bérekre sem kapjuk meg a, 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 a támogatást, nem? Hogy az anyagköltség, az úti költség, a, a terembérletek benne legyenek, tehát ez, ez ezt, ezt jócskán meg kell pótolni, ezt is olyan egyharmadával az uhum. iskola fenntartást, és akkor jött ez a FETE program, ami ugye csak toldra korlátozódik, és itt meg ugye elsősorban a településfejlesztési dolgokat próbálunk megcsinálni, játszótér, kültéri bútorok, a kríziskezeléshez autó, olyan szakemberek alkalmazása, akik a krízis kezelésbe tudnak segíteni. Ez mekkora erőfeszítés, a te mekkora része, hogy a költségvetés az összeálljon? Nagyon nagy, nagyon mm. nagy. És ez a, tud, érdekes egyébként ez is az igaz hogy nekünk nem voltak ilyen direkt kampányaink, és mm. most sem így vagyunk, hogy, mm. hogy, hogy, folyamatosan küldjük, hogy adjál erre, adjál erre, vagy meghirdetünk kampányokat, ez nagyon ritkán fordul elő, és általában akkor, mikor valami kapcsolódó dologként ezt megkapjuk. Mm. Valahogy úgy alakult, hogy a ez egy ilyen passzív adománygyűjtés. A közösségi médiában kommunikált munkánk megérintik az embereket, hmm. és Akkor tényleg sok kis adományozó van igazából, hogy... Vagy... Igen, sok, de az utóbbi időben azért a, a céges támogatások is nagyon szépen évelnek felfele, ugyanúgy, mint az egy százalék. Hmm. Tehát a cégek is, én azt gondolom, hogy a, a, a cégek közül is, akik ennek a... A, az, az igazi üzenetét megértik, tehát, hogy a gyerekszegénység, a, a munkanélküliség, az ország két részre szakadása, hogy ebbe tenni kell valamit, és hogyha ebből próbálom kivezetni, és ezért próbálok nagyon szakpolitikai lenni, uh -huh. eh, hogyha próbálom ebből kivezetni az összes olyan pártpolitikai dolgot, ami miatt egy cégnek kellemetlen lehet uh -huh. eh, minket támogatni. De ilyet eh, érvékez, érvékez, hogy igen hogy megfontolják, hogy most szabad-e adniuk, lesz-e belőle Hát tudod, úgy van, hogy amikor kapunk egy támogatást, akkor, akkor mindig visszakérdezek, hogy kommunikálható-e vagy sem. Uh -huh. És amikor a cég azt mondja, hogy inkább titokban szeretné tartani, akkor ott nyilván sejtem mögötte, hogy, hogy olyan dolog van, ami miatt nem... Tehát ezt most mondom, időről időre olykor adtunk támogatni, mert hogyha adunk, akkor minket lehet kommunikálni. akkor most is le. Köszönöm szépen. De egyébként határozottan érzem, hogy több a mondjuk a mellettünk hiáló, mm. és minket nyílt az az, hogy nyíltan felvállaló, hiszen egy nagyon szép ügyet vállal a, 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 gyerekszegénység elleni küzdelmet. És azért most, hogy a cégeknek előírás az, hogy a, a, a fenntartható fejlődésbe valamit produkáljanak, én azt gondolom, hogy ezen még többet tudunk dolgozni. De akkor érzel olyat, hogy az ESG szabályozás terjedésével és az ilyen típusú követelmények növekedésével igazából a támogatási hajlandóság is nő? Én azt gondolom, hogy igen, fog nőni. Hát sokat kell dolgozni azon, hogy, a, hogy a, tehát azért a cégeknek ez a, az a CSR tudatossága, meg a csapatépítés, meg hogy túlmegyek-e Budapesten a 100 kilométeres körzeten, tehát hogy azért sok tényező van, de én azt gondolom, hogy igen, tehát ez javítani fog. Olyan típusú látogatást, amit mi is csináltunk annak idején, olyat egyébként szoktatok szervezni, tehát e ilyenek rendszeresek? Igen, igen, ezek na nagyon sok a nem csak a egyetemek különböző Hát uniós projektekbe is jönnek, mert azoknál előírt a tapasztalat, és akkor szívesen jönnek hozzánk, és jönnek cégek is. Jönnek cégek is úgy is, hogy bejárják, és utána pedig minket választanak helyszínül akár önkéntes munkára, akár valamilyen más együttműködésre. Uh -huh. És vannak magánszemélyek is, olyanok, akik például azt mondják, hogy valami hasonló szeretnének az ő környezetükben csinálni, vagy olyan civil szervezetek, akik úgy gondolják, hogy van mit tanulni nálunk. Uh -huh. sokan, sokan jönnek, és mi nagyon szívesen osztjuk meg ezt a tudást. Ez hogy működő modellt alakítottatok ki, az, az hogyan terjeszthető? Ami ezt a modellt követi, az még az igazgyöngy alapítvány keretein belül működik, tehát az igazgyöngy alapítvány terjed több településre, mm -hmm. Vagy ezt egyfajta modellként, egyfajta know how át tudjátok adni más szervezeteknek is? A, a, az igaz ez az esetemtő modellje ma a legkomplexebb. Tehát én nem tudok még az országba olyat, aki gyakorlatilag egy település teljes problématérképét átfogná, és tényleg nullai a születéstől mondjuk egészen a halálig e, e, próbálna segíteni az embereket. Tehát ennyire komplexen, belevonva az intézményrendszert, ilyen, ilyenről én nem tudok. Na most most nem egyszerűsen most, akarok, de van egy ilyen kézikönyvetek, amit ezt így oda vannak leírások a programelemekről, és hát nyilván azért, amikor mondtam, hogy szeretnék más szerepbe, akkor ezt szeretném elkészíteni egybe, hogy ez összegezhető legyen. Nem, most sokan eljönnek, és megnézik, és azt mondják, valami hasonló, de megrémülnek a probléma nagyságától. Uh -huh. Ez nagyon érdekes volt, e, egyszerűen Romániából, az? Hát, nem én nem benne, így nőtt. Romániából egyszer Béhor megyéből ott az országgyűlési képviselő keresett meg, hogy ott vagyunk közel a határhoz, és akkor hát ez működik, akkor miért kellene neki külföldön nyomozgatni. Né, vigyük mm -hmm. át a másik oldalra. Most az azért volt jó nekem, mert abból azt értettem meg, hogy minden ország, minden nemzet saját magának csinálja meg azt a problémát, ami a társadalmi leszakadáshoz kötődik, és nem ugyanaz Romániában, Bulgáriában, Szlovákiában meg nálunk, mert, mert más a politika, más az a társadalmi beágyazottsága, és például emiatt nagyon nehéz... Ez, ez biztos, hogy így van, de azért érdekes, hogy volt beszélgetésünk, nem olyan rég például a Kiút programmal, akik például úgy indultak el, hogy annak idején megnézték, hogy a, hogy a bangladesi mikrohitelezési program hogy működik, és azt implementálták. Aztán az sokat változott Magyarországon, de mégiscsak ők is valahonnan hoztak egy kézifönyvet, aztán kitalálták, hogy hogy lehet. De a bátortáborral is volt egy beszélgetés, ők is ezt egyébként valahol látták. Elhozták a franchise-t, aztán nyilván változtattak rajta egy csomót, és igazították a hazai viszonyokra. De ezek szerint az igaz, gyönyért, ti vagytok a, Igen. a tudás Igen. központ mi, mi és a tudásban? Ezt mi, mi azzal együtt, hogy együtt élve ezzel a közösséggel, és folyamatosan értelmezve a problémát, úgy próbáltuk bővíteni. Nyilván tanulunk mi is, meg megnézünk nagyon sok modellt, de, de be kell szűrni ebbe az intézményrendszerbe, ebbe a közhangulatba, ebbe a társadalmi megítélésbe, és ebbe a politikai rendszerbe. Uh -huh. És ezért nem egyszerű. És tudod, a minden modellnek. Nem nem az a lényege, hogy valameddig működik-e vagy sem, hanem hogy fel tudom mutatni mondjuk egy generáció múlva, vagy tíz év múlva magától fenntartható elemet. Tehát amikor... De pont ezt akartam kérdezni, hogy ti ezek szerint tudtok-e akkorára nőni, meg ezek szerint ez is az ambíció, hogy akkorára mm. nőjetek, hogy ez nem ritóknóra alapítványa lesz, Tis, ami addig igen, működik, működik amíg ritoknóra el nem megyünk díjba, hanem kialakul ebből egy olyan know-how, egy olyan tudás, Igen. ami aztán tovább örökíthető, önjáróvá válik, sőt, akár terjeszthető is a világban. Igen, és talán egyszer lesz politikai szándék, hogy hogy a rendszerbe is beépül. A politikában semmi nem örök, <laughs> tehát ha <a>, most <laughs> Igen. valami nincs, akkor az... az e, e, Ebben reménykedünk, és erre várunk. De, de a, tehát azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy hogy nekünk saját magunknak kell, és abba se vagyok biztos, hogy például az, amit és jó példa erre, hogy a Gandhi gimnáziumot, meg az Ámbédkát nem volt olyan egyszerű megcsinálni a két roma gimnáziumot Pécsen, és mondjuk Miskolcon, Borsodba, sajok hazán. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, hogy megint más, nem mindegy, hogy veások, romongrók, olácigányok laknak egy térségben, nem mindegy, hogy annyi, minden befolyásol egy, egy problématérképet, egy település ember, mennyi a betelepülő, mennyi az lakos, a közösség mennyire tudja kezelni azokat a másfajta szocializáció embereket, azok milyen célokat látnak, milyen a kriminalizáció szintje, milyen túlélési stratégiák épülnek fel, van-e ellentét a lakosságban a, a roma és a nem roma lakosság között. Ezeket mind-mind nézni kell, és ezt mind itt tanultuk meg mert figyelj, én fogalmam nem volt arról, hogy a romonglók, meg mondjuk az olát azok, azok között valamiféle konfliktus lehet. Eszemben nem jutott soha, hogy ilyen ilyen szín, nem is tanultam róla sehol, mm. és akkor aztán kiderült, hogy. Jó, és jól, ez és hát figyelj, muszáj tudsz. beszélni egy kicsit erről is, hogy hogy állunk ezzel a Roma kérdéssel. De ebbe is, és, és ebbe is nagyon sok minden változott bennem is, meg a viszonyulásunkban is. Mm -hmm. Tehát én egy pár éve úgy döntöttem, hogy a roma érdekvédelem kérdését elengedem mm. ebből a modellből. És és egyszerűen nem etnicizálom a problémát hanem generációs szegénységről és átörökített szocializációs mintákról beszél. produktívnak vagy nem? Igen, meg úgy érzem, hogy nincs meg az a fajta értelmiségi roma támogatás ehhez, uh -huh. amivel, amivel a, a vidéki leszakadó romákkal tudnánk valamit kezdeni. Uh -huh. És én ezt szakadékot éreztem itt. Támad nyilván folyamatos konfliktuson volt abban, aki most a minisztériumban dolgozik, mert hát nyilván nehezen tudja az ember a, a mondjuk a gyöngyöspatai Tehát jó, nétam, hogy mindenhol patai. Éreztél, Igen. nem, csak, azok, nem Pontosan, csak azon a fronton, ahol Igen. számítottál az ellenállásra, hanem még lényegében Igen. saját közösségeken belül is. Igen. Igen, és akkor ezek a támadások oda vezettek, hogy át kellett, hogy értékeljem, hogy egyáltalán van-e nekünk dolgunk, nem, nem romáknak, mi a dolgunk ezzel az egészen. Uh -huh. És uh, könnyebb, hogyha nem etnicizáljuk, uh -huh. uh, egyszerűen könnyebb képviselni az ügyet. Tehát általában uh, mert, is és harmadott Igen, Generációs szegénységről és átörökített szocializációs mintákról beszélek. Uh -huh. Mert nem attól viselkedik úgy, attól él úgy, mert roma, hanem attól, mert generációk óta abban a szocializációban volt. És én ezt szét, szét akarom választani, uh -huh. hogy hogy nekünk is könnyebb legyen. Világos, értem. Ugye mi egy üzleti podcast vagyunk, és a hallgatóságunk, a közönségünk az nagyjából az üzleti életben mozog. Uh -huh. Mi mit tudunk csinálni, mit tudunk segíteni? Tehát Mi az a, mi az a legértelmesebb magatartás, amivel egy ilyen, amivel egy ilyen típusú kezdeményezés segíteni tudunk? Azt, ha szerintem a cégek felismernék, hogy azért óriási munkaerő pazarlás történik azzal, hogy ezt a társadalmi leszakadást hagyjuk ekkorára nőni, és hogy nem, nem próbálunk megoldást keresni. Tehát itt most olyan emberekről beszélünk, akik csak a fizikai erejükkel rendelkeznek, és mivel van társadalmi vállalkozásunk, és őket vonjuk be, ki kell, hogy mondjam, olyan munkavállalói kompetencia hiányjal bírnak, amivel egyszerűen nem alkalmazhatók ma a munkaerőpiacon. Nem bírnak hosszú távon, nem bírják a kötöttségeket, nem bírják a, az elszámoltatást, nem tudnak felelősen az eszközökkel bánni. Nagyon-nagyon sok fejlesztést kell bevinni a felnőtteknél ahhoz, hogy munkaerőpiaci szempontból értékesek. Viszont ez a fajta társadalmi vállalkozás, ha most a foglalkoztatási mm. nézem, akkor nem olyan, mint mondjuk a a fogyatékkal élőknek a, a, a társadalmi vállalkozása. Mert attól, hogy valaki mondjuk mozgássérült és hiányzik a lába, és azt foglalkoztatom, attól nem fog kinőni a lába. Egy életminőséget tudok neki adni azzal, hogy foglalkoztatom. De ezeket az embereket, hogyha meg tudjuk tanítani, fe, feljeszteni tudjuk addig, hogy a munkavállalói kompetenciáikkal bírjanak jól, akkor ők teljes értékű munkaerőként jelenhetnek meg. Nyilván nem a 21 századi elvárásnak megfelelően, mert nem fognak tudni mondjuk alapkészségekben. Ezt ti csináljátok ezeket a képzéseket, vagy ehhez már céges partnereket kerestek? Ez, ez nincs meg, ez, ezt mit csináljuk. Uh -huh. ezeket a fejlesztéseket. Az, hogy most meg lehet szerezni a nyolc osztályt, az, az nem, nem, nem igazi tudást ad. Érted? Igen. Tehát az egész rendszer úgy olyan tűzoltásra állt be, hogy meg lehet szerezni a nyolc osztályt, de most végeztettünk el két osztályt kollégánkkal, és pontosan látom, hogy fény évekre nincs az általános iskolai tananyagtól. Igen. Tehát az a lényeg, hogy egy alapkészséget kéne adni ugye az általános iskolába. Nyilván nem fogjuk tudni digitális készségekbe, bár egy nagy hézag ez is, mert hogy élnek a digitális Igen. térben, hogy mit tudnánk legyen. De az, aki már egy tanult, munkavállalói kompetenciákkal bíró szülő, az már a gyerekének más tudatni. Érted? Uh -huh. Tehát azt gondolom, hogy ha ezt érti a céges világ, akkor érti, hogy egyszerűen támogatni kell azokat a modelleket, ami ennek a társadalmi csoportnak az éles stratégiáját akarja megváltoztatni, mert az mindenkinek jó lesz. Egyértelmű, de szerintem túl sok magyarázatot nem igényel, uh -huh. hogy mennyivel hatékonyabb pénzügyileg is, hogyha nem arra adok pénzt, hogy túléljen valaki folyamatosan, uh -huh. de ugyanabban a helyzetben maradjon, hanem hogy egy idő után ki tudjon törni ebből a helyzetből. Csak hát meg kell mutatni, hogy ez egyébként meg, ez működik. Van egy látványos ö, ö, szép része a tevékenységeteknek, ahol gyerekrajzok kerülnek egyébként termékekre, és ez, ez sokak számára ért, ö, kézzelfoghatóvá teszi, amit csinál. Ez, vagy... <laughs> ez egy kicsit. Ez nagyon nagy szerencse, ez, 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 hogy ez megadatott nekünk, és hát hogy az egész igaz indult. Én is rajztánál képzőművész vagyok, és ebből építettük fel tulajdonképpen a, a, az egész probléma értelmezést, meg a, a munkánkat. E, e, hát az igaz az a fajta, azt gondolom, hogy korszerű vizuális nevelés, amit folytatunk, és ami nem csak a hátrányos helyzetű gyerekeknek, hanem mindenkinek jó, hogy, hogy a szociális készségeket fejleszti, hiszen az önértékelésre, önbecsülésre, együtt Működési képességre, toleranciára mindenkinek szüksége van, és erre ra ragyogóan alkalmas ez a. szómi ami nem csendéleteket festünk, mert azt szoktam mondani, hogy ha kimondjuk egy mai gyereknek azt a szót, hogy csendélet, hírjön olyan alkotói izgalomba, hogy <laughs> azonnal dolgozni akar, megváltozott a vizuális környezet, meg kell tanulni őket az üzeneteket, kódolni és dekódolni, és önmagukat kifejezni. Úgyhogy ebből nőtte ki magát az igazi, hogy módszertana nemzetközileg is jegyzett képzőművészeti műhely vagyunk, és hát ebből nőtt ki a szónó társadalmi vállalkozásunk is, hogy mm. hogyan tudnánk ez, ezeknek a gyerekrajzoknak a báját és a motivum kincsét átvinni a, a textil termékekre vagy fa termékekre. Mm. Persze ez se így indult, hanem úgy indult, hogy szeretem volna az asszonyokat valami alkotó dologba bevonni, mert azt tudom, hogy az nagyon fontos, és ez a kereszemes hímzés, hogy hímez ki a gyerekednek a rajzának egy motivumát, ez egy jó bevonás si eszköz volt, én se gondoltam, hogy ez lett belőle, de azért... De az volt most... cél, hogy akkor a család minden tagja úgy érez hogy részt vesz ebben a így tevékenységben. Van, így van, így van, tehát ez egy ilyen önbecsülést elősítő dolog, és hát hogy ezzel eljutottunk odáig, hogy a Decathlon partnere lett az igazügynek, azért ez az egy fantasztikus lépés. Tehát a Decathlon ma. E ott szembesül vele az... a kislányom lova és ő egy olyan zsákot akart magának, ami van ló. Igen, És igen. megnéztük a Decathlon kínálatát, és ott van szúnos tornazsák, ami igen. lovat ábrázol gyerek gyerekrajzformájában, tehát igen. a legideálisabb összeállítás. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre a projektre. Nyilván sok céges kapcsolódásunk van, de azért ez a leglátványosabb és a legnagyobb nagyobb most nekünk, és hát az, hogy egy ilyen cég egy ilyen ügy mellé áll, szerintem nagyon szép üzenettel bír. Ez mekkora segítség egyébként nem csak pszichai vagy szocializációs értelemben, hanem anyagi értelemben a tevékenységben? Anyagi értelemben is, bár az anyag megnyomtatása azért az nem egy olcsó történet, de nyilván a, a arról nőink meg, a, akik be, befűzik meg, be, készrehozzák azokat, azok a célcsoportból, uh -huh. eh, hogy mondjam, az egy nagyon jó megtérülő dolog nekik, vagy nagyon fontos dolog nekik. És mivel nem csak ezek a termékek vannak, és a többinél a ráfordítással nem vagyunk még egyensúlyban uh -huh. a, a, a termék árához, és a mert hogy tanítani kell őket mindenre, mm. ezzel kapcsolatban ugye ez pontosan jobb bepótolja, Tehát ez nekünk egy nagyon nyereséges és nagyon támogató dolog az egész szúnóra nézve. Mm. Oké. Okay. Végén azt akartam még megkérdezni, mik a tervei, terveid, de kicsit már beszéltünk róla. Úgyhogy most már csak azt tudom megkérdezni, hogy időben hogy látod, hogy... Meddig visszette az igaz öngyöt mikor fog ez önmagában működni, és, és mikor tudod már csak azzal tölteni az időt, hogy te tovább örökítsd a tudásodat, és azt a nagyon gazdag több évtizedes tapasztalatot, amit összegyűjtöttél. E, hát három, már azt hiszem a negyedik éve merült fel akkor ez a gondolat, hogy kezdjünk el az utódlással foglalkozni. Nem, erre sincs megint. Tehát egy huszon, az is kevés, hogy 25 éve működjön egy civil szervezet Magyarországon, és ráadásul úgy, hogy folyamatos meg legyen a, folyamatosan legyen a működése, sőt még az emelkedése is a dolognak, vagy íve legyen. És a akkor arra sincs recept, hogy hogy lehet ezt az utódlást megoldani. És egy időben neki kezdtünk sok segítséggel, sok céges segítséggel Igen. egyébként. A mai napig folyik ez a szervezetfejlesztés. Azt biztosan tudtam, hogy nem, nem tudom egy embernek átadni így. Mert Igen. hát ugye én voltam az iskola alapítója, jött akkor a, a, a módszertan, az is hozzám kötődött. Én kezdtem a szociális. Munkávai, -e? És ez így nem, nem nem vehető át együtt, úgyhogy az, szétszettük a területeket, és akkor mindegyik területnek lett egy-egy vezetője, akik akik most összedolgoznak, és hát meg történt már az a kiválasztás is, hogy ki fogja ezt a finom hangolást végezni, ezt Veres Tamás kollégám viszi majd, Igen. és az ügyképviseletben még Kispapcsilla kolléganőm jön mellé, aki az oktatási rész képviseli majd. Igen. Na most, amit nem tudok, hogy hogy, hogy fogom tudni átadni, az az ügyképviseleti rész, tehát Igen. ebben még adós vagyok, mert azért ennek a politikai, szakpolitikai mesdjén a, 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 a mesdjén tartása, ez, ez egy nagyon nehéz Igen. kérdés, és a nyilvánosság előtt ez továbbra is a tenevedhez kötődik, igen, meg igen, te vagy az arca az igen. egész tevékenységnek. Hát, hogy ezt, 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 azt gondolom, hogy viszem, ameddig én ezt egészségesen tudom, és közben dolgozok azon, hogy a, a, többiek arcát is fel tudjuk építeni benne. Nem tudom, hogy kellett volna Péter másképpen, mert ezen szóval sokat így. gondolkozok, hogy lett volna az igaz valami, ha csak szervezet szinten veszem, és soha nem lesz ennyire elő az én arcom, vagy pedig ez, ez, ez így húzta ezt a dolgot. É, én, valamennyire követtem, tehát az meg, hogy meg több, kiderült, hogy több mint egy tehát valaminek követtem ezt a tevékenységet időről időre, hol valamilyen mm. startup rendezvényen, hol a műszekölgyek kapolsa mindig máshol futottunk össze. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehetett volna ennél jobban csinálni, és nem kellett tíz évvel ezelőtt azon gondolkodni, hogy majd hogy megy tovább a szervezet. Most már valószínűleg kell rajta gondolkodni, de most meg bőven elég tudás gyűjtött össze hozzá. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Mindenkit, aki hallgatott, nézett minket, azt biztatok, hogy ismerje meg, ha még nem ismerte meg, még jobban az igaz, hogy akár tegyen látogatást nálatok. És, Szeretettel várom mindenkit. És, 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 saját maga győződjön meg, hogy milyen munkát végeztek, és hát amivel tudtál magasson titeket. Köszönöm és köszönöm szépen. még egyszer, hogy itt voltatok. Ha tetszett a beszélgetés, akkor kövessetek minket a YouTube-on, vagy a Spotify-on, és iratkozzatok fel, hogy további hasonló beszélgetéseket is élvezhessetek. Sziasztok!